Hát köszöntünk mindenkit a Csehelios Garázs legújabb videójában. Illusztris helyről jelentkezünk. Szintén külön kiadás lehet nyugodtan szintén mondani, külön kiadás egyébként, igen. AMTS után tényleg most sem megszokott gyakorlati terepen vagyunk, de... Hanem egy rendezvényen, egy igen. nagyon illusztris helyen, így van. Nem is akármilyen rendezvényen. A Reptár ugye Szolnokon az 5. születésnapját ünnepli. Ide kaptunk meghívást, nagyon örömmel tettünk eleget neki, hiszen nem először járunk ebben a múzeumban. Azért megválasztottuk jól, tudatosan a beköszönőnek a helyét. Keszthelyiekként nem véletlenül vagyunk emellett, az IL-2 mellett. A Balatonból lett kihalászva. Így van. Komoly sztoria van azért a gépnek. Brutális. Hát azért gondoljuk be, hogy 1944. december 14-én lőtte le a honi légvédelem. Így került a Balatonba. Egyébként, ha információm helyesek, akkor még mindig ilyen 10-es nagyságrendben van repülőroncs a Balatonba. Azért nem csak a Balatonba zuhantak le, tehát anno ugye a II. Világháborúban főleg rengeteg repülőt lőttek le, zuhant le műszaki hiba miatt Magyarországon. Tehát többek között, amikor én először voltam ezen a kiállításon, akkor olyan roncsok is megtekinthetőek voltak itt, amit a saját nagyapánk végignézett, amikor lelőtték. Igen, mesélt akkor, arról korábban. És utána gyakorlatilag biciklivel kitekertek oda ilyen 13-14 évesen. Szóval ilyen nagyon hátborzongató az, hogy még egy személyes szállat is hozzá tudunk fűzni, hogy ma mit csinálunk, kiülünk, nézzük a repülőket az égen, hogy húzzák a csíkot. Hát anno meg azt nézték végig a gyerekek, hogy lelőttek egy repülőt, majd kemény. Mentek a roncsokhoz. Tehát tényleg nagyon durva így a részesévé válni, és látni egy roncsot így egyben. A lényeg, hogy aki kedveli a repülést, és aki kedveli, hogy unblock a gépeket, akkor most arra szeretnék biztatni mindenkit, ha eddig nem tettétek, iratkozzatok fel a csatornánkra, hiszen amit már meg tudunk ígérni, hogyha ezt megteszitek, akkor elsőként kaptok értesítést arról, amikor ezt a gyönyörű, illetve egy ilyen kamovot láthattok nálunk epizódban. Nagyon kíváncsi leszek tényleg, hogy milyen ez terepen, milyen vele permetezni, milyen vele kint lenni. Terepen annyira nem, én inkább a levegőben. Hát a levegőben arra gondolok, idézőjelben a terepen, tehát nem egy múzeumi körülmények között megtekintve, hanem tényleg kint élesben megnézni, hogy milyen, amikor repül, egy picit félek tőle, hiszen ő például egy 1970-es helikopter. Nem kell. És azért, amikor felszáll ez a gépbe, és dolgoznak a mai napig, tehát hogy ezen is már gondolkodtunk, hogy matuzsálemeket úgy megmutatni, nagyon sok ilyenről tudunk, hogy a keszthelyi 148-as Tátra, ami a mai napig menti a buszokat. 138-as tényleg. Tudomásunk szerint az egyetlen, ami ennyire aktív. Szóval szeretnénk olyan gépeket megmutatni nektek, amik egy korlenyomat, nagyon a múltkor. Hát ez igen. Ikonikusan egy korlenyomat, tehát olyan szinten hozzátartozott, sőt azt igen. gyorsan itt, ahogyha már katonai van mögöttünk, és pont ezt láthatjátok, azt jegyezzük meg egyébként, hogy az egész Varsói szerződésben, még a Szovjetunióban is, tehát nem volt katonai, csak Magyarországon. Csak nálunk csak, voltak igen, katonai kamovok. Igen. Tehát katonai szinten csak és kizárólag a magyar néphadseregnél voltak futárgépnek. Ez milyen érdekes. Állomásító. Igen. Miközben egy nagyon univerzális gépről volt szó, de hát ezt majd bővebben kifejtem. Na igen, úgyhogy ne is időzünk sokat itt, mert az aztán biztos. Itt túlspoilerezzük. A lényeg, hogy akkor látom, következő epizódban, bőven. Igen, kamov lesz részletesebben, most pedig szétnézzünk a Reptárban, folytatjuk a kis sétánkat. Kevesen tudják a Mátéról, honnan is tudnátok, hogy nagyon komolyan megszállottja a repülőgépeknek. Bár traktorok és repülők, te már a csillagmotoros epizódunkban ezt mondtad. Na most viszont az, hogy milyen szinten halmozódnak a Máténál a modern repülők... Ezen bírom komoly arccal megállni, de bárj, mert tudja, hogy miről van szó. Én mondtam a Máténak, hogy esküszöm, hogy ha ő macska lenne, nagyjából akkor tudná az összeset megépíteni. Nem. Ezek makettek, de 9 élet legalább kéne hozzá. Nem. 400 fölötti a gyűjteményed, már ugye? Abszolút, igen. Tehát ez csak a repülők, mert egyébként a modellautó gyűjtemény és a mezőgazdasági gép gyűjteményem ugyanekkora. Tehát, de a repülőgép tényleg, van nála egy szoba, ami tele van makettekkel, és gyakorlatilag a repülők azok ez egy pizzai ferdetorony magasságába tornyosulnak. Tehát hogy tényleg, sőt, már én ilyen bibliai hasonlatokkal Báber tornyát is idehoznám, hogy neked ha egymásra rakád. Szerintem az az érdekesség egyébként benne, hogy nem tudom, ezekkel ilyen nagyon régen bekattant a repülés. Aztán ugye egyre jobban foglalkoztam vele, és egyszer pilóta szeretett volna lenni a Mátéjéként, és onnan indult. Elhatároztam, hogy akkor összegyűjtöm az összes gépet, ami a magyar légierőben szolgál. Ez egyébként itt azért megállítanálak, mert amikor nekem azt mondta, hogy a magyar légierőben, azt hittem, hogy jó, most lesz 12 repülőgépe, hűden a gyűjtemény. De alváltozatok szerint is megvan. Igen. Itt, tehát, hogy azért. És elképesztő szám jött ki. Tehát nyilván vannak olyan repülők, amik nekem még a szívemnek kedves, de azok is ugye keletiek, tehát azok főleg a nagy szovjet bombázók. Akkor elkezdtem a malévosokat összeszedni, akkor a helikoptereket, tehát így módszeresen végmentem mindenen.
De amit most fogunk nektek mutatni, ezzel nagyon kevesen találkoztatotok korábban, ha csak nem jártatok itt Szolnokon, a Reptárban. Ha egy picit elkanyarodunk, akkor itt van mellettünk 35 ezer köbcenti, 35.700, igen, egész pontosan. 35.700 köbcenti van itt most mögöttünk, amit láthattok, és 1800 lóerő, több mint 1800 lóerő. Azért, hogyha ezeket a számokat kimondjuk, uramatyám. Hát aztán tegyük hozzá a gyártási évet, tehát ugye itt a 40-es évek elején, 30-as évek végéről beszélünk, tehát ugye azért ezek a számok ma is nagyon impozánsak. Aztán ugye ezt a motort nem fölborították, hanem ennek az üzemi pozíciójába található, ugyanis egy Mercedes DB605-ös motorról beszélünk, ugye ami Messerschmitt 109-es vadászrepülők, 110-es csatarepülők, 210-es, tehát még egy jó pár gépben megtalálható volt a német, illetve ezáltal a honi magyar légierőben is. Hát impozáns darab, egy túlélője a háborúnak. Hamarosan ismét beindul az On2-esnek a motorja, láthattátok már korábban nálunk, hogy epizódban Józsefet is ismerhetitek. Akkor egy picit, hát különlegesebb helyen, Gödöllő belvárosában indítottuk, igen, és azért amikor itt az ember meghallja, fülvédő nélkül, ami akkor minket védett, rájön, hogy azért itt nagyobb lármát csaphattunk, mint gondoltam. Tehát akkor most megpróbáljuk, elindítjuk. Hallani majd ezt a rimmet, ahogy forog, pörög, és akkor reménységeink szerint el fog indulni, előbb vagy utóbb. Még azt szeretném mondani, hogy nagyon hangos. Tehát aki érzékeny rá, az azért ne. Tehát picit távolabb álljunk. Hallatszott ott hátrébb is? Gyengény! Ne maradj! Nézd csak a soroncsót! Nézd a soroncsót! Csak! Hát nagyon sokszor említettük már epizódjainkban, hogy mennyire hiányzik nekünk a szagos videó. Most van hát az a pillanat, amikor igen, szín nagyon illat. Át kéne adni. Hát ez egy illatos illat, videó. Illat, abszolút. Bárint mindig nagyon oda van a gőzgépeket. Hát ez igen. Megértem, igen. De még nem volt ilyen epizódunk sajnos. De az, hogy egy gőzmozdony gázolajjal megy, vagy pakurával, nekem az a szép. Jó, bár azért a 247-es, 424-es, amire most a Máté célzott, nekem az is a szívem csücske, hiszen azzal mentem le ugye Székesfehérvárról Tapolcára. Páratlan élmény volt. Most itt vagyunk ugye a Reptárban, és megérkeztek nosztalgia vonattal az utasok. Igen. Kicsit öndiszemes, hogy Reptárban vagyunk, de a gőzösök. De hát egyébként nagyon jó ez az összeszervezés, hogy nosztalgia vonat ide jön. Úgyhogy azt remélem, hogy lesz tempó, amikor elindulnak. Mi még itt körbe simogatjuk őket, aztán hallgassuk meg, hogy mit tudnak. Gyerekkoromban, amikor anyám még vittek múzeumokba, én rüheltem. Mert hogy meg kellett néznem, ahelyett, hogy kint focizok, vagy úszok a Balatonba, vagy fürdök, meg kellett néznem valamilyen statikus kötési anyagot, ami abszolút nem kötött le. Ma már azt gondolom, hogy egy múzeum, anélkül, hogy interaktív elemekkel ne lenne megtűzdelve, ahol a látogató vendég nem csak annyit kap, hogy megnézi a kiállított anyagot, hanem annál sokkal több kis személyes törődést is kap, az anélkül múzeum már nem üzemel. Nekünk az elmúlt 5 évben ezt jól sikerült felépíteni. Nem véletlenül lett a múzeum az év turisztikai attrakciója 16-ban, illetve az a rengeteg rendezvény, amit mi szervezünk, amit önállóan, illetve amit be is engedünk,
azok nem feltétlenül minden esemény a repülés tematikájához köthető, hiszen vannak itt nemzetközi nagy koncertek, vannak itt különböző e-sportbajnokságok, különböző sportrendezvények, különböző események, amik egy fantasztikus és nagyon keresett rendezvény helyszínné is tették a múzeumot. Négy gépet nyitottunk meg, ami egyébként nem látogatható. Ezek közül kiemelni a MiG-29-est, ami mindig egy óriási attrakció, hogyha annak a kabintetejét kinyitjuk, és azt évente egyszer csak a piknikkor tesszük meg. De nagyon sok játékot hoztunk le, ilyen interaktív játékot, illetve van egy csillagmotor, amit nektek köszönhetően került ide a múzeum, és nagyon örülünk, mert az is egy olyan óriási élmény, hallani egy ilyen motornak a beindítását, vagy olyan látható volt. Nagyon jó kapcsolatunk a helikopterbázissal, a Szolnoki helikopterbázissal, és kaptunk arra engedélyt, hogy egy H-145-ös gép itt repüljön be az emberek fölé. Nem foglalkozunk roncskutatással, viszont a Roncskutató Egyesületnek a vezetője, az elnöke, a motorja, az a szakmai stábot segíti, ő a 86-os helikopterbázisnál dolgozik egyébként, és most itt láthatók olyan roncsok, amit a Balatonból most tavaly szeptemberben emeltek ki, találtak egy MES-109-est a Balatonba, kisebb darabokat felszínre hoztak, és hát nagyon bízunk abban, hogy egy egész ép törzset fognak majd tudni kiemelni a Balatonba, és az mindenképpen a múzeumba kerül. Dolgozunk azon, hogy a Szandaszőlősen, a régi repülőmúzeumnak a területén maradt nagy gépeket átszállítsuk. Ezeket hát úgy néz ki, hogy a közúti közlekedéssel nehéz lesz majd megoldani, mert nagyon sok fába és villanyoszlopba kerülne, hogy áthozzuk ezeket a nagytestű gépeket, és most van rá egy opció, hogy helikopterrel szállíthassuk át 6 darab nagy gépet. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon látványos momentuma lesz a múzeum életének is, a város életének is, és hogy egy olyan értékes anyaggal tud majd bővülni a múzeumnak a kiállítási anyaga, de nem állunk meg, mert van nagyon sok minden még, ami a fejünkben van, például a Reptár 2-ben egy űrtárat is elképzeltük, most egyébként van rá hajlandóság, hogy a Farkas Bercinek a kabinját, amivel visszatért, azt megkapjuk a múzeumban, itt fogjuk tudni kiállítani, úgyhogy nagyon sok tervünk van. Itt van ugye, amit például szemléltettem Bánynak, vagy próbáltam mondani, ugye a dupla szóval soros, az epizódban, ugye igen. A páros henger számú csillagmotor, hogy jöhet ki, ő egyébként egy La-5-ös szovjet repülőnek volt a motorja. De megyünk tovább, és akkor ugye ugyanez, hogy az előbb egy Mercedesnél látunk, a BMW, ugye ez is egyébként igen. Egy Svetsov-féle motor, tehát hasonlít az An2-esre, csak dupla soros. És akkor ugye megérkezünk itt most egy B-24-es Liberátornak a motorjához, de amikor mentünk tovább, ugye a dupla soros csillagmotoroknál egyszer csak egy BMW motorba botlottunk. Ugye ez is érdekes lehetett, ugye az AMTS-es epizódban is említettük, hogy a márka nagyon közel áll hozzánk. Nem gondolták, vagy szerintem nagyon sokan nem gondolják, hogy egyébként a magának a BMW-nek az emblémája egyébként egy légcsavart szimbolizál. Így van. Tehát ő ilyen szinten a repülésbe vett részt. És hát számtalan német repülőnek a motorját adta egyébként a BMW gyár. Többek között a Focke Wulfoknak még volt is kis BMW embléma, illetve a Junkerseknek, a 52-eseknek is volt BMW embléma a motor körüli védőlemezen. Egy Mi-8-asnak a vezető fülkébe, egész pontosan ugye egy Mi-8P, az az utasszállító verziónak a kabinjába. Hogy láncra léptem, mert egyébként tiltott zónában járunk, tehát ide nem lehet bejönni a látogatóknak, viszont nekünk kivételesen megengedték, nagyon hálásak is vagyunk ezért a Reptárnak. Itt én tudod, mit vélek felfedezni? Ez meglehetően
meglehetősen egyszerű itt a vezetőfüggesztő. Hát, jó, itt fönt már azért, igen, azért fönt, nem, fönt már kicsit több kapcsoló van benne. De a kezelőszervekben nem hiányzik semmi, ami nem. Ez így, ahogy van, abszolút, amit látunk. Abszolút, nézzek, benne már volt ugye robotpilóta, meg autopilóta. De várjátok, itt van az, amit nem látok. Ja igen, tett akart lehetett alapvetően ezzel. Van, hogy most eléggé feszes a ott kormány, tehát nem szeretném ugye mozgatni, operatőrünk lábában is ott van. Tehát a kezelőszervek ugye bal kézre esnek, ott a másik széknél ugye te láthatod most. Kamerában most kicsit nehézkesen tudnánk a helyszűkössége miatt megmutatni. Dini megpróbált, Dini megpróbált, és szerintem megy neki. És megy neki. Szóval visszatérve szerintem ezeket a kamokba jobban át fogjuk tudni beszélni. Aha, tehát jó, ott, jó, ott jó. Ugye látványosabb, mert alapvetően a méretét figyelembe véve ugyanúgy kell vezetni. Tehát azok a kezelőszervek hasonló helyen vannak a kamokban. Akkor nagyon nagy tered van itt egyébként. Ebben hatalmas. Nekem ugye az a furcsa, hogy repülőeszközről beszélünk, és ez a buborékszerű fülke. Igen, tehát igen. Nekem ami tetszik, alul is ugye, üveges, vagy... tehát gyakorlatilag még a talajt igen, is látod igen, szinte igen. Magad alatt. Abszolút, abszolút. Hát meg ugye baromi ezt az ablakot jó. Is ki lehet nyitni. Ez még a mi gyerekkorunkban is, vagy hát még a fiatal felnőtt korunkban is, ugye hát mennyit használták a mi 8-asokat, mi 17-eseket árvízi védekezésnél. Árvíz. És akkor ugye oldalt, hogyha kint van a kis daru, ami mondjuk valamit fel kell emelni, vagy le kell engedni mondjuk a tehertérből, akkor ugye nem árt azért, ha ki tudsz ránézni, vagy bármi ilyesmi. Ez a beltér, ez inkább egy ilyen korabeli utasszállító repülőgépre emlékeztem, még Liketessen már utaztunk. Hát és majdnem akkor a méretbe. Igen. 16 utas tudott ilyen körülmények között, tehát már ebbe a verzióba vinni. Ugye nyilván a katonai még többet, tehát ami úgy, hogy mondjuk akár ejtőernyőznek belőle, meg hát ugye amivel például a pápát vitték, az még ettől egy VIP felszerelésű volt, tehát de ez is ugye látszik már a szögletes ablakain, tehát kívülről is onnan látszik, hogy egy személyszállító verzió vagy sem. De egyébként Oroszországban például, illetve hát a Szovjetunióban az Aeroflot is használt személyszállító helikopter. Tehát nem repülővel mentek A-ból B-be, hanem akkor volt ugye ilyen belföldi járata a helikopter. Helikopter, az óriási, viszont amit kiszúrtam, gyerekek, nekem a Zaporozsecemben, az 1002-es zsigulinkban ugyanez? Hát, mert hogy mintára ugyanez, ránézésre nagyon hasonló igen. Anyagban, mintában. Tehát Szovjetunióban nem gyártottak két különböző hogy dolgot. Ebből az anyagból szerintem ahány kilométert legyártottak, be lehetne burkolni az egész földet szerintem, amennyit ebből készítettek. Nem biztos, hogy ez a képernyők előtt is annyira mozgalmas volt, mint amilyennek itt megéltük. Gyakorlatilag ez egész napot azzal töltöttük, hogy szétnézzünk itt bent, és pont az a bajunk Mátéval, hogy azon agyaltunk, hogy itt mindent is be lehetne mutatni szívünk abszolút, szerint. Igen, tehát itt az a legnehezebb, hogy ráadásul, ha idézőjelben csak múzeum látogatásra jön az ember ide a reptárba, akkor is szerintem bőséggel lehet tölteni napot. Ma ráadásul annyi interaktív jó program volt, több olyan gép ki volt nyitva, mint például a MiG-29-es is, és helikopterek, amiben külön ugye mai napon volt lehetőség arra, hogy beszálljanak gyerekeknek, itt van például a lézer. Igen, lézerharc, persze. Csillagmotor indítása, azért nem menjünk el szó nélkül. Helikopter áthúzás, úgyhogy tényleg így nagyon van. Különleges volt a mai nap több szempontból, és itt is még azért azt hagyj egyezzem meg, hogy olyan gépek mellett állunk, pont ezt beszélgettük itt valamennyien a stábból, hogy mintha egy film díszlete lenne, annyira megfoghatatlan. Fogunk még repülőkkel foglalkozni? Ide is biztos vagyok benne, hogy még vissza fogunk látogatni. Nagyon köszönjük a Reptárnak a meghívást, mert tényleg egy őszinte öröm volt számomra, hogy részt vehettünk az 5. születésnapjukon, és bízunk benne, hogy jövőre is szintén együtt tudunk ünnepelni. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma is. Aki eddig nem tette, iratkozzon fel a csatornánkra, és legközelebb, tudjátok, kamóval érkezünk, úgyhogy repülős élményből jövő héten is kijut. Minden jót addig is. Sziasztok! Sziasztok.